Jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem jól látszom és jól hallatszom. Az ételben azt nevettem, hogy most egy kicsit megerőszakoljuk itt az ételt, mert egy újfajta dolgot fedeztem fel a teremben, aztán most így rajtatok fogom ezt letesztelni. Ugyanis két olyan vendéget fog ma behozni hozzátok, akik már egyikük régebb óta dolgozik velem, a másikuk szinte teljesen friss, de mégis nagyon lelkes és már ért el eredményt. És őket fogom behozni majd egy érdekes módszerrel. Csak egy pillanatra még kinézek hozzátok. Jelezzetek már vissza, hogy jó-e a kép és a hang. Jó lenne, hogyha ez jó lenne. Egy, 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 egy. Kapom itten. Oké, Mariantól. Oké. Szuper, jó. Akkor vissza is megyek a terembe. És akkor... Oké. Szóval remélem, hogy jó fog lenni ez a mai streaming. Lényeg az, hogy elindultunk annak idején a hármas stratégiával, és hirtelen fölhúztunk egy pár hálózatot. Az egyetlen bibi az volt, hogy volt olyan cég, ami hát ugye nem úgy működött, hogy mi szerettük volna, és volt, amelyik eltűnt az éterben, szó szerint volt, amelyik meg megállt egy évre, aztán, hogy visszakapcsolják-e, nem tudjuk még, az most augusztusban derül ki. De lényeg az, hogy ezt a módszert, amit mi megmutattunk embereknek, ez nagyon-nagyon jól működik. Többen fölépítettek táplálékkiegészítős hálózatot ezzel a módszerrel, többen cégeket turbolizáltak föl, ha úgy mondom, és egy picit leporoltuk a rendszert olyan szinten, hogy kivettünk minden olyan dolgot, ami úgy néz ki, hogy az annyira nem működött, betettünk olyan dolgokat technikailag is, meg mindenféle ilyen kommunikációba is, ami teljesen jól működik. Igazán a kísérleti stádium véget ért, és most már élesbe egy jó másfél hónapja ezt a fajta rendszert csináljuk, amit most is láttok. Viszont az eredmények egyszerűen lenyűgöznek engem is. Én nem is gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fog ugye eredményt hozni, és az eredmény nem más, mint folyamatos nagy létszámú csatlakozások, napi szinten több csatlakozás. Sőt, mondok egy érdekes dolgot, live streaminget csináltam szombaton, és képzeljétek el, hogy 4 órát streaminget a terem, összefűztem ugye a videóimat, és akkor folyamatosan ment egy ilyen tesztüzemmódba, és 3 regisztráció volt önműködően. Most ez azért érdekes, mert a rendszer úgy dolgozik, ahogy mi szeretnénk, és még akkor nem is volt beállítva semmilyen hírlevél. Csak maga az, hogy csoportokban, illetve ebben a csoportban, meg nálam a fő oldalamon ment a streaming, és kihasználva az a Facebooknak az algoritmusát, ugye a live streaminget az gyorsabban juttatja el az emberekhez, mint egy sima videót, ha kiteszel, vagy egy sima ilyen képet, vagy bármit. Tehát az a tapasztalatunk, hogy gyorsabban el lehet jutni az emberekkel, a live-okkal, a live streamingekkel. Ki fogtok nevetni, de tudjátok, honnan jöttem rá? Mr. Bean-nek a csatornáját szoktam nézni. És ugye ő a Facebookra is, és főleg a YouTube-ra streamingel, ez is egy érdekes dolog, a YouTube streamingelés, majd meg fogom ezt is nektek mutatni. A lényeg, hogy szenzációs sok ember van az ő csatornáját, persze ő Mr. Bean, de amit látok az, hogy nézik folyamatosan a videóit, és ugyanígy másoknak a videóit is, és ott is a YouTube-on is a live, az élő, az rangsorolva sokkal gyorsabban eljut az emberekhez, mint egy sima videó. Ugye sokkal többen feliratkoznak, mert ugye a YouTube marketingnek is van egy érdekes része, hogyha megfelelő számú feliratkozód van, és követőd, és folyamatosan ugye betartod a szabályokat, elég komoly pénzeket tud fizetni a YouTube is. Most én nem arra buzdítalak benneteket, hogy YouTube marketinget csináltak, de ez is egy lehetőség. Viszont a hármas stratégia, az egy olyan lehetőség mindenki számára, ami szinte azonnal pénzt hoz, mert vannak olyan pontjai, hogyha rámentek az onlineteremtés.com oldalamra, és ott a hármas stratégia menüpontra rákattintotok, akkor pontosan látni fogjátok, hogy mi a hármas stratégia,
csak dióhéjban annyit, hogy az első stratégia az a cég, amiben most benne vagy. Ha nincs céged, azt se gondolom, mert meg tudjuk mutatni, hogy mit érdemes most építeni. Tehát az első cég a te céged, amiben benne vagy. Hogy hogy kommunikálja cégedről, erről vannak oktatóanyagaink is, folyamatosan ezt mutatom, így reggelente is. A második stratégia az a rendszer, amivel elvisszük a cégednek a hírét, és ez alapján be tudnak hozzád regisztrálni. Tehát a második stratégia maga az eszközökről szól, és ugye ezekkel való különböző trükkök, kommunikációk. A harmadik stratégia az pedig ez egy biztonságos olyan cég, amiben érdemes a megszerzett pénzedet befektetni. Ez a három stratégia. Még visszatérve a második stratégiai pontra, ami ki van bővítve egy pénzszerzési lehetőséggel, az a bűvös 45 dollárra keres pénzt, magyarul a tovább ajánlásért is fizet a cég, ugye az eszköz kibocsátott cég, a ProRevelage, ami alapján 45 dollárra az ajánlói marketing alapján akár már az első hónapban is akár 1000 dollárt össze tudsz szedni, mert minden csatlakozó után meg a 25 dollár. Nem akarok ebbe belemenni, mert egy külön videóanyag, csak az a lényeg, hogy folyamatosan hármas stratégiának a pontjaival tudsz keresni pénzt, ha akarsz, vagy fel tudod fejleszteni a cégedet, ha akarod. Na, hogy igaz ez, vagy nem igaz, vagy működik-e, vagy nem, ezért elhatároztam, hogy reggelente a bátrakat fölhívom, vagy a terembe ide behívom, vagy most kipróbáltuk például, elég jól működött a Skype-on való hirtelen behívás, és most ezt akarom nektek megmutatni, remélem, hogy nem égünk be, és tényleg működni fog, de szerintem működni fog, és most meg fogjátok látni, ezt még szerintem senki nem csinálta, a világon senki nem csinálta, még az amerikaiak se használják ezt a módszert. Be fogok hívni hozzátok először egy olyan hölgyet, akivel már régóta dolgozunk, Horváth Dori Lilláról van szó, és akkor Skype-on fogom őt meginterjúolni. Megosztom a képernyőt, hogy lássátok direkt. Úgy csinálok egyébként egy videót, ami egyébként Full HD-ba fog kimenni. Most, amit látok, az annak a rögzítése az nem HD-ba van, de amit majd kiteszek a YouTube-ra, illetve ide a Facebook-ra, azon HD-ba fog menni, és most látjátok élőben, hogy működik egy ilyen asztalmegosztásos Skype-behívás. Úgyhogy rögtön meg is osztom az asztalt, azt mondja, hogy asztalmegosztás, és akkor már hívom be ide hozzátok Skype-on Lillát. Nézzük, sikerül-e. Halló, halló, szia Lilla, vagy-e? Halló, vagy-e? Szia, én itt vagyok, de még hallom az előző mondataidat. Igen, mert kicsit késik nálad az internet, de remélem itt hallasz most. Lehetséges, hogy most a Facebookról én ki kellene lépjek. Onnan lép ki, igen, mert van egy pici késés a streaming miatt. Onnan lép ki a Facebookról, és akkor gyorsabb lesz itt is. Oké. Okay. Oké, szuper vagy. Na, akkor hallasz engem itt a Skype-on rendesen? Igen, igen, teljesen jól. Tökéletes. Remélem, hogy nem visszhangzik, hogy próbálom beállítani a hangot. Na, akkor hármas stratégia. Szóval régebb óta dolgozunk már együtt, fölépítettünk már ketten egy pár olyan céget, ami nagyon gyorsan, hirtelen elég komoly eredményt hozott. Reméljük, hogy ez így is megy tovább. Viszont most újra elkezdtünk dolgozni, hoztál egy döntést, hogy újra fölépítjük akár ezt a hármas stratégiát közösen, vagy még ugye neked is vannak olyan, például az AdSense, meg ugye van a Waldorf, de nem akarom lelőni a poént, ugye te az a nyomulsz, és akkor egy picit mondj már magadról, hogy képzeled a jövőt, meg hogy mi a véleményed erről a stratégiáról. Adom a hangot. Köszönöm szépen. Tehát vannak itt néhányan újak, akik nem ismertek, hadd mutatkozzam be, én Horváth Dori Lilla vagyok, és nagyon-nagyon lelkes vagyok, hogy most itt újra itt vagyok ebben a csapatban, mert pár éve egy ilyen, a Vilinek egy ilyen online tréningén, ugye akkor úgy hívtuk, hogy reggeli meeting, egy ilyen való részvétel volt az első lépés ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon az egész életem.
Mert hogy ugye néhány nappal ezelőtt, mikor Lili felvezette, hogy fogok majd érkezni, ő azt mondta, hogy majd érkezik Lila a Network Amazon, és ezzel nagyon kellett akkor nevetnem, és nagyon-nagyon túlzásnak is éreztem. Viszont az igaz, hogy én voltam az egyik azok közül annak idején, akik követve Lilinek az útmutatásait, a példáját figyelve és betartva bizonyos lépéseket, el tudtam érni azt, hogy azzal a módszerrel, hogy nekem ne kelljen senkit megkeresnem, hanem rám találjanak azok, akiknek az én akkor aktuális megoldásomra, lehetőségemre volt szüksége, felvegyék velem a kapcsolatot, és így tudtam elérni azt, hogy a tavalyi évben, tehát 2017-ben, hogyha havi szinte lebontjuk egy olyan 1800 euró körüli jövedelmet tudtam elérni 100%-ban online, akkor azt gondolom, hogy igen, ez végül is jelentős eredmény lehet. És nem csak a pénz szempontjából, hanem mert, hogy ezzel a módszerrel rengeteg embert tudtunk ugye elérni, és rengeteg ember életére tudtunk hatást gyakorolni. És bár a Pure Leverage-nek a pénzkereseti részével most jövünk szinte csak ki olyan erőteljesebben a nagyobb nyilvánosság elé, de érdemes tudni, hogy ezt a rendszert, a termékeket mi már nagyon régóta, ugye évek óta használjuk, és ezeket az eszközöknek is része volt abban, hogy ilyen eredményeket tudtunk elérni. És ami miatt mostanában nem voltam itt köztetek ebben a csapatban, ami miatt még nem hallhattatok, arról szeretnék egy picit beszélni, és arról is, hogy miért vagyok most újra itt. Mert hogy igen, ennek a módszernek a segítségével jöttek az eredmények, és jött egyre több, épült a hálózat, és egyre nagyobb bevételek. Viszont volt egy határ, amit én nem tudtam túllépni, hiába követtem a módszer. És azt gondolom, hogy a legeslegjobb pillanatban hívta meg egy ilyen reggeli meetingre Mr. Vilja Palacskó András, aki ugye az Access Consciousness módszernek a magyarországi nagykövete, úgymond, tehát ő hozta be Magyarországra ezt a rendszert, és én akkor az Access-en keresztül olyan eszközöket kaptam a kezembe, amik azokat az energiai blokkokat is lebontották, nagyon nagy részben lebontották, amik azt akadályozták, hogy én be tudjam fogadni a pénzt. Nekem ezzel volt a legnagyobb problémám. Tehát ha te most itt vagy köztünk, és azok közé tartozol, akik úgy érzik, hogy mindent megtesznek fizikailag azért, hogy legyen pénzük, és mégsem működik, akkor lehet, hogy ez a pár mondat neked most hasznos volt. De amiért ezt el akartam nektek mondani, hogy ugye én elindultam ezen az úton, és mivel nálam jöttek az eredmények, én kedvet kaptam ahhoz, hogy ezt ebbe jobban belemerüljek, megtanuljam is, hogy más embereknek is ezzel tudjak segíteni. És ezért aztán ugye Access Bars kezelő lettem, ami a Access Consciousness-nek az egyik területe, az egyik eszköze, és ma már tartom is ezeket a tanfolyamokat másoknak is. És én ezt nagyon élveztem, és ma is élvezem ezt a folyamatot, és ezért egy kicsit az online munkám nekem háttérbe szorult. Viszont azt láttam a mai napra, ez így kikristályosodott előttem, hogy bármennyire is csodálatos, az Access Consciousness, a kezelések, a tanfolyamok, ez egy offline dolog. Az offline dolognak azokkal a hátrányaival, ami mindenhol máshol is megvan. Hogy nem tudod magadat megsokszorozni. Tehát amíg valakit én kezelek, addig azt kezelem, és nem tudok mást, és tudok X embernek egy időpontban tanfolyamot tartani, és nem tudok ötször annyinak. Viszont itt az online világban mi ugye csúsztatott információkkal dolgozunk, például ezt a tréninget, ezt a bejelentkezést, amikor én teljesen más csinálok is, fogják látni emberek, és valószínűleg akkor is lesznek, akikre hatással leszek, fognak kapcsolódni hozzánk, és ebből nekem pénzem lesz. Ez ugye az offline világban nincs meg. És ez nekem nagyon hiányzott. És nem csak ez az oldala, hanem hogy online, pontosan az előbb felsorolt okok miatt úgy érzem, hogy sokkal-sokkal több emberre tudok hatással lenni. És ezért engem már nagyon-nagyon hívogatott, hogy újra egy kicsit több figyelmet fordítsak erre a munkára, amit én soha nem is tekintettem igazán munkának, mert mindig nagyon élveztem, és ezért vagyok most újra itt köztetek, és azért, mert hogy a Pure Leverage-nek a pénzkereseti részében végre van egy olyan lehetőség, ahol tényleg nagy
nagy tőke nélkül, illetve komoly online marketing tudás nélkül elindulva, valóban rövid idő alatt egy jelentős jövedelemre lehet szert tenni. És hogy ehhez a módszert, azt itt meg tudjátok tanulni. Mert hogy ugyanaz a módszer szükséges ehhez, mint ahogy én elértem az előbb említett eredményeket a tavalyi évben, vagy ahogy Vili is ugye fölépített már többször sok ezer fős hálózatot. És ezek olyan módszerek, amik lépésről lépésre általatok is megtanulhatók és követhetők. És én nagyon lelkes vagyok most ettől, hogy ebben részt tudok venni, hogy újra egy csomó embernek tulajdonképpen mutatni egy lehetőséget, amit hogyha kihasznál, akkor megváltozhat az élete. Én nekem a hármas stratégiám, az új hármas stratégiám az még most épül fel, de hogy az egyik pillére mindenképpen a Pure Leverage eszközrendszere is ugye maga pénzkereseti lehetőség lesz vele, az egészen biztos. Nem tudom, van-e még kérdésed, hogy rád zúdítottam minden hirtelen, de ez bennem volt, hogy ezeket a dolgokat szeretném elmondani. Nem fogod megúszni, mert többször foglak hívni reggelente, és meg aztán lehet, hogy már estelente is, mert fogunk csinálni esti tréningeket is. De a lényeg az, hogy köszönöm és megtisztelő, hogy újra köztünk vagy, és hát az az igazság, hogy az Amazon cím az él, és meg fogják ismerni a többiek, hogy miért mondom én ezt, ugyanis nagyon komoly tréningeket tudtál ugye tartani már évek óta, és ezt most itt fogod a csapat segítésére ugye használni, remélhetőleg. És akkor vannak-e ilyen terveid, ez a következő kérdésem, hogy ugye tréningekbe szeretnél részt venni, mert ugye maga az Access nekem is nagy, hogy mondjam, kedvencem, én is, amikor megismertem ezt a módszert, ugye személyes jó barátom a Palacskó András, voltam fönn egy párszor, én is Budapesten nála egy személyes konzultáción is, és mindenből kisegített, és ugye ezeket a tudásoknak egy részét is, amit ugye át lehet adni, ezt megmutatjuk is, ráépítjük a rám a stratégia rendszerére. Úgyhogy ugye a jövőbeli tervedben benne van-e az, hogy esetleg ezeket... Igen, nagyon szívesen tartok tréninget, és szerintem, ha nem is, ha akarnám, se tudnám megcsinálni, hogy ezekbe access eszközöket ne csempészek, de azt azért úgy el kell, hogy mondjam, hogy azt, amit te csinálsz, tehát így napi szinten, azt gondolom, hogy erre nem lennék képes. Tehát ugye próbáltam, amikor átvettem tőle pár hónapra, ugye 2017 nyarán, és nagyon élveztem, és három hónapig kitartóan, ugye Molnári Bolya, meg azért néhányak segítségével próbáltunk valamilyen szinten helyettesíteni. Viszont azt gondolom, hogy ezt, hogy te így napi szinten tudod ezeket a tréningeket tartani, ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, és én szeretném, hogyha azok, akik most újak köztünk, ezt tudnák értékelni, mert nem véletlen, hogy ezt senki más nem csinálja Magyarországon. Mert azért ez bármennyire is szereti, aki csinálja, gondolom a Billy is élvezi, azért ez mindenképpen napi szinten egy komoly felvállalást jelent. És igen, szeretnék ebben részt venni, meglátjuk majd, hogy milyen mértékben, meg milyen gyakran, de mindenképpen igen. Oké, köszönöm szépen, úgyis megbeszéljük a részleteket, és akkor megpróbálunk mindjárt a Valikát is behozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor hát találkozunk legközelebb. Szia Lilla, maradj velünk a Facebookon, oké? Szia! Na, gyorsan jövök ide vissza hozzátok egy pillanatra. Szóval, mielőtt felhoznám a Valikát, remélem jól látszik minden, mondom, ez is egy kísérleti dolog. Ugye elhangzott az elébe az, hogy ugye én sem Magyarországon egyedül szerintem az, hogy minden reggel jövök hozzátok. Nem csak én csinálom, csak én sem reggelente, meg ebben a stílusban. Ha valakinek tetszik, valakinek nem, nem ez a lényeg, hanem hogy te mit hámozol ki ebből az egészből ott a kamera túloldalán. Tehát a lényeg az még egyszer, van egy elképzelésed, hogy szeretnél online, interneten pénzt keresni, és mi támpontokat mutatunk. Hangsúlyozom, nem megmondóak vagyunk. Sem egy trénerem, és én magam sem azt mondom, hogy ez a tuti. Vannak nagyon jó módszerek, én csak azt látom, és én lemodellezem azokat az amerikai srácokat, akik milliárdosok, de nem milliómosok dollárba, milliárdosok. És az ő módszerüket hoztuk át egy picit így magyar
szemmel. Viszont azt láttuk, hogy nagyon komoly mesterek vannak itt Magyarországon, mint például Palacskó András, és különböző olyan technikákat, és főleg ezek kommunikációs technikák, amivel az emberek pénzt tudnak csinálni, szó szerint ugye az access consciousness is egy nagyon komoly pénzteremtő módszer lehet, aki használja, viszont nem a pénzről szól a dolog. Ez se a hárma stratégia se, csak lehet vele pénzt csinálni. Ha csak a pénzről szólna, akkor nagyon rossz tévúton járnánk, mert ez mögött van egy komoly személyiségfejlesztés, egy nagyon komoly olyan támpontok, ugye már teremtés tréning alatt már, hogyha figyeltétek, akkor próbáltam így összeszedni. Maga a pénzteremtés csak annyiban érdekes itt, hogy tényleg ezekkel a módszerekkel nagyon gyorsan tudsz pénzt keresni. Hangsúlyozom, nagyon gyorsan. Tudom, hogy ez hihetetlen sok ember számára, de én ahogy tanulmányozom ugye, azokat az embereket, akik online komolyan dolgoznak, mind ettől egyig ezt a rendszert, vagy ennek a rendszernek egy részét használják. Úgyhogy ennyi volt ugye ez a része. És akkor megpróbálom a Skype-on újra behozni, és nagyon élvezem, hogy Skype-on nyilván sikerülni fog, mert itt is be tudnám a terembe, viszont hirtelen be tudok úgy embereket hozni Skype-on, hogy ne kelljen mindenféle ilyen technikai beállításokat csinálni. Úgyhogy én most visszamegyek a Skype-ra, és akkor próbálom Valikát behozni egy pillanat. Már csinálom is, és majd látjátok itt, hogy élőben, hogy az egerem hogy mozog, ezt direkt így csinálom, hogy aki akar majd ilyen streaminget, ő is meg tudja csinálni. Tényleg nem egy nagy ördöngös, és csak meg kell szokni. Oké, vissza asztal megosztás, és akkor a Skype, és nézzük Valikát Skype-on, és már hozom is hozzátok. Csörög már. Oké, okay. Szia Valika, hallasz engem? Igen, hallasz. Szuper, a Facebookról gyere le, hogy ne visszhangozzon, nálad legalábbis, és akkor ha lehet, adj már kamerát, jó? Hogy látszunk, vagy látszál és hallatszál. Jó, jó, megmondom mi. Adjál kamerát, hogyha lehet. Igen, hát valamiért átfűzódott. Jó, oké. Okay. Ugye Valika Szerbiából van, és ott egy kicsit az internet más, de itt van, látjátok, köztünk. Szia Valika, nagyon jól látunk és hallunk is. És akkor hozzád is az a kérdésem, hogy úgy kívülállóként nem régen csatlakoztál, hogy miért? Ennyi. Miért? Hát, sziasztok! Először is üdvözlök mindenkit. Halljátok a hangomat? Igen, tökéletes. Rendben. Hát, én 2012 óta hagyományos hálózatépítéssel foglalkozom, és nagyon-nagyon döcögve ment az utóbbi időben, úgyhogy abban is hagytam, és rengeteg üzlettársam kiszállt, csak törzsvásárlók maradtak meg egy néhányan. És láttam, hogy mindenki belefáradt abba a stratégiában, amit én is csináltam, hogy rendszeresen utaztunk, hogy nagyon sok pénzünkbe került, mert ez úgy volt megszervező, napi szinten voltak előadások, és tehát dolgoztam előadáson mentem, és nem csak én, hanem a csapatom is, és mindig késő este jöttünk hozzá, és belefáradtunk már, és ez nagyon sok kiadással járt. És ami szép volt, amit élveztem, az a fejlődés volt, amit nyújtott ez a rendszer, mert nagyon sok könyvet elolvastam, nagyon sok előadáson részt vettem, és ez volt neki a pozitívum, amit kaptunk által. De viszont az internethez azért fordultam, mert kerestem olyan lehetőséget, hogy meg tudjak jelenni által a neten. És szerettem volna a kvalitika üzletemet is felturbózni az online rendszerek segítségével, és így bukantam rá, Vilmos, ha te reggeli előadásaidra is, az online teremtés tréningre, nem tudom, hogy 8. 9. tréningnél voltál, már tehát lassan befejezted már, mikor én rátaláltam, de nagyon megkapott a cím, hogy online teremtés. Nem mondom, ez valóban, hanem jó dolog lehet, mert engem is valójában a teremtés érdekel, hogy hogyan tudok pénzt teremteni. És akkor rendszeres nézővé váltam, és nagyon megtetszett az egész, és később a QA levelést pedig elkezdtem mint eszközként használni, hogy megjelentessem által a Kalibit egy prémium kategóriás termékét, a BioHarmonix-et, ami nekem talán a szívem csücske, mert úgy érzem, hogy a 21. századnak ez az a módszere, amikor már a rezgésterápia
lépa helybe, tehát lépa színfélre, és az emberek ezzel fogják gyógyítani önmagukat, ezzel fogják megőrizni az egészségüket. És úgy érzem, hogy nincs semmilyen káros mellékhatása, és valahogy ezt szeretném promotálni az emberek felé, hogy bátran próbálják, élvezzék, használják, és hogy legyen otthonunk családtaga mindenkinek a saját otthonában. Hát a három stratégia az, amit te is képviselsz, hogy használod a Pure Leverage-t, mint eszköz, amivel megjeleníted a többi üzletet. Ez engem is nagyon vonz, és szeretném a Pure Leverage-t, mint terméket én is árulni, mert nagyon-nagyon jó perspektívát látunk benne. Látom azt, hogy sok ember úgy kis összeggel el tudja kezdeni, hiszen $25-re el tudjuk indítani, és úgy érzem, hogy egyre több azoknak az embereknek a tábora, akik az interneten szeretnének dolgozni, szeretnék az ötleteiket megvalósítani, vagy egyszerűen csak szeretnének pénzt keresni, és úgy érzem, hogy ennek nagyon nagy jövője van. És főleg azt tetszik, hogy a Pure Leverage-nek van hat felületre, ahol az emberek ki tudnak bontakozni, és nagyon tetszik ez az online konferencia terem, mert úgy érzem, hogy ez a jövő, hogyha csapatot akarunk építeni, akkor itt tudunk szólni a csapatunkhoz, és itt tudunk különböző dolgokat megosztani, akár videókat is megosztani, írni közvetítéseket, és nagyon vonzódom ehhez az online stratégiához. Hát én most azért csatlakoztam hozzá, mert nagyon megnyelő vagy, nagyon kedves vagy, nagyon segítőkész vagy, és már több üzletben voltam, igaz, hogy hagyományos üzleti módszert képviselve, mert valahogy ezt az összetartást, ezt a csapatszellemet talán igazán itt tudom nálunk megtapasztalni, ezt a segítőkész csapatot. És ez nagyon jó, és ezt így tudom másnak is ajánlani, hogy élvezze meg ezt a csapatszellemet a Hagisztorvérmos csapatában, igazi kollegiális segítőkész csapat. Egyelőre ennyi, nem tudom, mit szeretném még. Köszönöm szépen, igazán nagyon elpirultam, amit nem látjátok az én arcomat, de lehet, hogy jobb is. Nagyon-nagyon köszönöm, és itt most tényleg megragadom az alkot, én nem azért csinálom most ezt, hogy engem sztároljatok, de nekem mindig az a, hogy mondjam, a fizetség, amikor ilyen elégedett arcokat látok. Úgyhogy Varika, köszönöm, hogy bejöttél, és az időtet ránk szántad egy ilyen bejelentkezésre. Folyamatosan, ha lehet, be foglak hívogatni, és úgy néz ki, hogy ez a fajta módszer, amit most csinálunk így, ez jól fog működni. Ez is ugye, hogy mondjam, egy isteni sugallatból itt reggel, hogy ne vacakoljunk semmilyen ilyen technikával, hanem itt gyorsan be tudunk hozni embereket, villámgyorsan, mert ugye ez a rész, ez nagyon jól működik. Úgyhogy, hát Varika, még csak annyi a jövőképedről, hogy szerinted most megtaláltad azt, amit kerestél, vagy megint a kereső fázisban vagy most már itthon érzed magad? Itthon érzem magam, azért, mert megvannak az online eszközök, amelyek segítségével a külvilág felé tudom juttatni az információimat, akár az élő videót, akár az élő közvetítést, akár a dolgolást, tehát az üzeneteimet, és a másik pedig, hogy három, vagy akár több ágról is tud a pénz áramolni felé. Ahogy az eszköz bár mondja, hogy könnyedén áramoljon a pénz hozzám. Igen. És hát én ezt nagyon-nagyon tetszik ez a rendszer, úgyhogy élvezni fogom, és úgy érzem, hogy ezt nagyon sok ismerősnek fogom ajánlani, hogy ők is megtapasztalják ennek a pénzkereseti lehetőségnek a könnyed módját. Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen, Varika, és akkor engedlek is, mert tudom, hogy most nagyon éled a blogolást, meg ennek a rejtelmét videózást, úgyhogy hadlak is dolgozni. Köszönöm szépen, hogy ránk szántad itt a reggeli idődet. Nagyon jó munkát, és örülök, hogy itt vagy, megtisztelés. Szia, szia! 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 Mindenkinek szép nap, vagy szia! Na, hát jövök is gyorsan ide-vissza hozzátok. Igen, közben nem jelzünk vissza a Skype-nak, és akkor csevegésre visszaállítunk, és már itt is vagyok nálatok. Na, remélem, hogy jól látszunk és jól hallatszunk, tehát most már csak én egyedül.
Szóval folyamatosan hozok fel olyan embereket, akik megelégedettek már, mert én hiába mondom, hogy jaj, de jó, mert én tudom, hogy jó, de hát én igazán nem tudlak benneteket meggyőzni, hanem inkább a tapasztalatok. És ezt üzelem egyébként mindenkinek, hogy hogy mondjam, nagyon-nagyon sok támadást is kapok az mellett, hogy sokan dicsérnek, mert nem értik a rendszernek a lényegét, de akik belekóstolnak, megpróbálják, elkezdik csinálni, egytől egyig mindenki eredményt ér el, de ezt tényleg csinálni kell. És van egy jó hírem, hogy teljesen automatára is be lehet állítani, amikor már vannak videóid, és vannak olyan úgymond puskagolyóid, amiket ugye lehet lövöldözni, akkor lehet ráállítani nem komoly automatára, ami ugye csúsztatott információval, de a világra nagyon-nagyon sok helyre el tud juttatni információt. Mutatom pontosan, hogy miről beszélek. Megint megosztom a képernyőt, visszamegyek majd az online teremtés oldalra, és azt mondja, hogy egy pillanat türelmeteket kérem, mindjárt megosztom a képernyőt, és mutatom, hogy mi az, ami fontos, amit meg kell, hogy értsetek. Belemegyünk egy pillanatra. Csak kétszer kell megnyitom, hogy nehogy elmenjen a streaming. Ó, drága fiamnak most van a születésnapja ma. Jaj, de jó. Oké, akkor on line. Egy pillanat. Ez azért érdekes, azért mutatom így élőbe, mert ugye a képernyő megosztással való barangolás, megmutatása, az mindig fontos, mert ugye a weboldalakon is, ahogy ugye mi dolgozunk belülről, pillanat mindjárt rá is megyek. Igen, na, hát itt ugye látjátok az én posztjaimat, amik ebből a szempontból most nem érdekesek, hanem ami érdekes, mindjárt mutatom. Igen, igen, itt a live streaminget akarom megmutatni, csak közben megvárjuk, még betölt. Egy pillanat, igen, itt van. Itt volt több live streaming is. Így a szombatit akarom nektek megmutatni. Igen. Csak hogy mutassam az eredményt. Tehát nézzetek meg itt, ez a live streaming, ez 4 óra hosszás volt. Közben én kajakoztam, meg sütkéreztem itt a kertbe, el voltam. 950-en nézték meg azóta. Tehát nem azt jelenti, hogy most az egészet végignézték. 950-en nézték meg. Nagyon sokan hozzászóltak, tehát a lényeg, hogy nagyon, nagyon jó, hatékony, és ugye itt lett rögtön regisztrációm is, és a csapatban is lett regisztráció, mert ugye ezekben a live streamingben én azokat a videókat, mint például ez is, föl fogom tenni, és majd fogjátok látni ezt ugyanúgy a Facebookon, illetve a YouTube-on is. Tehát magyarul folyamatosan információt tudunk kivinni. Viszont most visszamegyek hozzátok, egy pillanat, konferenciaterem, asztal megosztás, vége, csevegés és nagyítás. Körülbelül mutatom, hogy használom ezt. Szóval, amit akartam volna így sugallani nektek, illetve most már közösen ugye hárman csináltok meg ezt a kis tréninget, hogy tényleg jó az a módszer, folyamatosan fejlesztjük, mind eszközökkel, mind magát a kommunikációt főleg, hogy mindenkinek segítséget tudjunk nyújtani abban, ha van egy cég és ki szeretné vinni az internetre. Viszont tapasztalatból mondom, hogy most jelen pillanatban olyan a dolog, hogy benne vannak nagyon sokan különböző network cégekben, tényleg nagyon jó ajánlatokkal, és össze-vissza spammelik az egész internetet, és akkor csodálkoznak, hogy nem működik a dolog. És ezért van az, hogy visszahoztuk a rendszerünkbe a ProRevelation rendszerét, tehát magát ezt a kommunikációs rendszert, amin belül mutatjuk a kommunikációt, tehát oké, hogy megvannak a rendszernek az eszközei, konferenciaterem, hírlevél, küldőrendszer, videó-e-mail, stb. Blogrendszerek, viszont meg kell tanulni kommunikálni vele, és nekem a fő feladatom szerintem itt a hármas stratégiában, ugye egy csapatmunka, amit itt kilátok, hogy magát a kommunikációt. Én azt tanulmányozom folyamatosan, hogy hogyan, milyen módon kommunikálnak az emberek,
és mi a döntésüknek, mikor döntenek az emberek. Hogy mikor van az, hogy aláírják a regisztrációt, mennyi impulzus kell embereknek, hogy döntsenek, én főleg ezt nézem. Úgy, mint Kassa Tamás például a lezárás specialista, körülbelül hasonlót képzeljétek el, hogy mindig azt nézem, hogy az interneten egy adott információ az hogyan kerül el úgy, hogy vásárlás is legyen a végén. Tehát én ezt nézem. Tehát aki engem megkeres például, most is ma lesz egy pár ilyen tárgyalásom, mindig az a kérdésem, amikor egy cégnek a képviselete van, hogy kikérdezem az emberünket, hogy mit szeretne elérni, mik azok a termékek, ő használja-e, mi a tapasztalatok, összeszedjük azokat a dolgokat, ami által tud kommunikálni erről az egészről, és egy kompetens stratégiát építünk föl. És utána elkezdjük csinálni, illetve csináltatni. És hát az eredmények azok nagyon érdekesen szoktak jönni, mert van, akinek már szinte azonnal van regisztrációja, mert épp úgy kommunikál, és úgy juttatja el bizonyos emberekhez, hogy ők azt mondják, hogy oké, én is ezt akarom csinálni. Tehát élőben, akár azonnal lehet, ugye előadás alatt is lehet eladni. Úgyhogy ha esetleg tetszik ez a módszer, akkor írj rám a Facebookon, vagy írjál Lillára, vagy a Valikára, mert ők már benne vannak a úgymond a sűrejében, és rögtön tudnak neked adni tanácsot. Oké? Okay. Én is most élőben adok el ugye neked, hogy csörögjél ránk Facebookon, Skype-on, valami postagalambot küldj, vagy e-mailt, és akkor ott vagyunk, és megmutatjuk neked a rendszert lépésről lépésre. Komplett támogatói hátterünk van, mint weboldal, ahol ugye lépésről lépésre megvan, mit kell csináljál, és akkor el tudod kezdeni a munkát önműködően, de mindig itt vagyunk a háttérben, tehát személyes konzultációkra is van lehetőség. Oké? Okay. Na, hát ennyi lett volna ez a hirtelen gyors bejelentkezés, és folyamatosan kövessetek bennünket a Facebookon, YouTube-on, hogyha felmentek a YouTube csatornámra, majd ide teszem a linkjét, illetve itt lesz majd a Lilla és a Valikája is, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Nézzétek meg, hogy mi hogy dolgozunk élőben, tehát mi kint vagyunk a harctéren. Nézzétek meg a YouTube-ra, mit szoktunk kitenni. Nézzétek meg a Facebookon, hogy posztolunk, milyen csoportokat csinálunk. Tehát le kell csak modellezni. Tehát neked, ha benne vagy egy cégben, csak annyi feladatod van, hogy fogod magad, és figyelsz, nézed, hogy hogyan csináljuk mi, és át kell konvertálni a te cégedre. Tök mindegy, hogy milyen cégben vagy. Lehet táplálékkiegészítős, lehet mosószeres, lehet biztosítós, lehet autós ügynök, bármi lehet csak egy butikod van, ha nem vagy networker, lehet, hogy van egy tüzéttelepet, lehet, hogy van egy jó vendéglőd. Tehát nem csak networkerekhez szólunk mi, azt is tudod menedzselni. Pizzériád van, szenzációsan lehet egy pizzériát felfuttatni ezzel a módszerrel. Elégedett pizza kóstolókat lehet felvenni videóra, szenzációs dolgokat csinálnak az amerikaiak, mi csak lemodelleztük, és ugye kicsit így átmagyarosítottuk ezt a rendszert. Úgyhogy kövessetek bennünket a Facebookon, YouTube-on, illetve még annyit, ha neked nincs céged, tegyük föl, soha nem volt neked network érdekeltséged, nincs butikod se, magyarul éppen csak ismerkedsz, akkor is itt van a helyet köztünk szerintem, mert megmutatjuk, hogy $45 már hogy tudsz azonnal, már aznap pénzt keresni, és tényleg annyit tudsz keresni, amit szeretnél, csak ezt csinálni kell. Nagyon jó az ajánlatunk, $45 ajánlatot kell eladni, illetve $45 belül van, $25 ajánlatunk is, tehát vígan az érték küszöb, vagy a, bocsánat, nem az érték, hanem a inger küszöb alatt van az ajánlatunk, nem több százezer forintról van szó, be tudsz csatlakozni, tudod csinálni, és a tanulási folyamat alatt már egy rakás pénzt tudsz keresni. Úgyhogy hát ennyi az ajánlatunk. Keresetek bennünket, sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban, hát a holnap reggel 9-kor jövök hozzátok élőben. Sziasztok még egyszer!